Az egyik jótékonysági akció a Sin Seekers koncertje volt, amit csütörtök este szerveztek MSM megsegítésére. A programot mindössze egy nap alatt szervezték meg, és annyira sikeresnek bizonyult, hogy 60 ezer dinár gyűlt össze. Ez pedig már MSM leégett háza. A 29 éves lány egyedül tartózkodott otthon, amikor is arra ébredt, hogy nem kap levegőt és melege van. A tűz ekkor már jócskán elterjedt, a szerencsével határos, hogy Emese könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet. Az esetet követően összefogott a közösség. A fiatal lánynak a helyi ifjúsági iroda önkéntesei is besegítettek az elmúlt napokban. Segítettünk kitakarítani a házat, smirgőzni a falakat, régi bútorokat kihordani, minden ilyenféle, hogy a házat újra lehessen renoválni azután, és még ilyen bőrzét is csináltunk tegnap, a szincik azok voltak a stand-up-ban például, ott is sikerült egy szép mennyiséget összegyűjtenünk, és most itt lent vagyunk délután a strandháznál. Nem csak a fiatalok, hanem sok magánszemély, vállalat is segít Emesének. A helyi ifjúsági iroda strandházánál egész hétvégén 10 és 18 óra között leadhatják adományaikat azok, akik segíteni szeretnének. Nagyon szépen érkeznek az adományok, vállalatok is segítettek már, kiemelném a Dibexet, Jeladomot, Perkit, Perki bútor üzletet, nem is tudom, tényleg fel sem tudom sorolni, mert nagyon, nagyon adakozóak, nagyon, tényleg fantasztikus helyen élünk, szóval itt ilyenkor látszik meg, hogy mennyire összetart ez a kanizsai kis közösség. Most leginkább építőanyagra és pénzre lenne szükség, hiszen Emese háza lakhatatlanná vált. Emellett pedig a használati tárgyai, a bútorai, a konyhai eszközei is használhatatlanná váltak.